Videózás nem könnyű szakma. Üdvözlök mindenki, Necrocrim vagyok, és jön egy Call of Duty gameplay. Na jó, hát nem is. Igazából bakik jönnek. Egy jó pár baki, amit így elkövettem videózás során. Szerintem ti videós kollégák tudjátok, hogy milyen az, amikor így, hát mondod, és már egész jó vagy, és ez jól megy, vagy éppen csak elkezded az elején, és már így belefutsz valami orbitális hülyeségbe, amit mondtál, és így vakarod a fejet, és nem. Ez így nem lesz jó, és újra kell kezdened az egészet. Úgyhogy most ezek jönnek, és hát élvezzétek, tényleg nem könnyű videózni, úgyhogy, ja, na, jól van. Hello. Blitzen, vagy portálon vagy, ahogy neked tetszik, ezen átmész, és így szerzel pontot a csapatodnak, közben pedig vigyáznod kell arra, hogy az ellenfél ne jusson át a tiéden. Hogy miért neveztem el öreg fiúsnak ezt a játékot, azt a semmi hagyjuk kezdjük előről. Sziasztok, Necrocrim vagyok, és végre eljöttek a... Üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, és kipróbáltam a csipát. Call of Duty Ghost van, hogy hát lássam én is, hogy mennyire fejlődött ez az új csipa, mennyire igaz, amit mondanak róla, illetve hogy milyen élmény vele sniperezni, szóval... wow! Na, végre visszatért a régi, nyugodtabb hardscope csipa. Szóval, a kipróbáltam a csipáról annyit tesz, hogy hát több játékot vágtam össze nektek, mert hogy az elsőben gyakoroltam, a másodikban már kezdtem egy kicsit belejönni, a harmadikra már teljesen pozitív statot produkáltam, a negyedikre pedig tudtam hozni azt, amit utoljára MV2-ben játszottam, azt a mondjuk, amikor egy interventionnel megyek, egy nem is tudom melyik volt az a nagy pálya, Istenem, baszki, elfelejtettem. Wasteland. Oké, Wasteland. Üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, és jöjjenek a szellemek újra a Squad vs. A Squad, kérem szépen, mi is ez, hogy is ez? Annó, amikor elkezdtem a trailereket kirakni a Facebookomra, hogy lesz ez a Squad vs. Squad című játék, nagyon be voltam miatta indulva, mert hogy miről is van itt szó gyakorlatilag, ugye annak, aki megvette a Call of Duty Ghostot, és hát, hogy megspékeljék a Prestige rendszert, hogy megváltoztassák, lényegtelen, csináltak egy olyat, hogy csináltak 10 katonát, úgyhogy van 10 katonád, akivel tudsz játszani, vagy foghatod őket, és bevetheted a csatába, mégpedig úgy, hogy kihívhatsz, hát fölmész, és random találsz egy kihívót, egy embert, aki üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, és hát jöjjön a Squad vs. Squad a szellemeknél című történet. Ez jól hangzik? Oké. Üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, és tegnap este sétálgattam az utcán, és gondolkodtam, hogy hogyan is folytatódjon ez a YouTube-ozás, milyen műsor találja ki, és hogyan alakuljanak a dolgok, mit is, hogyan is csináljam. De meg mielőtt arra rátérnek, egy elnézést, a laggér úgy látszik, hogyha az ember Shadow Player rögzít és renderel, akkor lagfordulhat elő, de azt hiszem, ez ki lehet küszöbölni a különböző renderelő programokkal, de még rákerüljek, hogy mi a tökéletes megoldás. De... Üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, és hoztam nektek egy rövid, aprócska videót, miről is lesz itt szó. No most valamelyik nap este sétálgattam itt London gyönyörű utcáin, és gondolkodtam, hogy hogyan is folytassam én ezt a YouTube-ozgatást, milyen műsortervet csináljak, és annó ugye beszéltem az ismerősökkel, és hát mondom, úgy tervezek most egy nagyon komoly kis ilyen Call of Duty hogyan játszunk című történetet, de hát aztán sokat gondolkodtam én ezen, és mindig eszembe jutottak ugye a Necrocrim napok, amikor sokan eljöttetek és együtt játszottak, és rájöttem nektek erre rohadtul is szükségetek, mert kurva jól tudtok játszani, és bár ezzel azt is tervezem, hogy ez végül is rajtatok fog múlni, miért a rákról beszélek már megint. Akartam újra elhozni azt a
Hogyan játszunk című történetet Call of Duty-ban, ami a Necrocrim módra, hogy tudjátok, hogy egy kicsit másképp látom a játékot, másképp állok hozzá a dolgokhoz, nem az a ilyen fegyver arra menj, és így kell lőni című történet, hanem egy kicsit más szemszögből nézem a játékot, de hát rengeteg videót raktam fel ezzel MV3 és Black Ops 2-ben igazából, hogy megismerjétek, hogy milyen szemszögből nézem a játékot, és sok levelet kaptam azzal kapcsolatban, hogy köszönöm szépen, megtudtam játszani, blabla. Nem blabla, mert ez tök jó dolog, és nagyon jól esett, és megint elkúrtam. Akkor tervezek egy olyan műsort, hogy hát egy fene, nézzük meg újra Necrocrim féle módon, hogyan néz ki, hogyan... Nos, hát ennyi lett volna ez a bakis rész, remélem tetszett. Ha van rá igény, ha gondoljátok, hogyha ez megnevettetett, vagy vicces volt, vagy nem tudom, akkor még fogok tudni hozni valószínűleg ilyet, mert hát csinálom a videókat, és hát azért van, hogy egyszer-kétszer, néha négyszer újra kell venni a hanganyagot, mert hogy sikerül valami őrült hülyeséget mondani, de én azt hiszem, hogy hát a YouTube-os kollégák, akkor ők tudják, hogy miről beszélek, tehát az, akkor elkezdünk valamit is szeretnék végre jóra megcsinálni, jó párszor újra vesszük, hogy ez sikerüljön, úgyhogy ez a mi fél videónk, hogy úgy mondjam, ez az én fél videóm, hogy így jó párszor megkilódom azért, hogy nektek elhozzam a legjobb kommentárt, hogy mindent megtegyek azért, hogy valami értelmeset hozzak, és sokszor még azt sem hozza meg a kívánt eredményt, tehát akkor az ember már nem tudja, hogy mit csináljon, úgyhogy a barátnőm javaslatára én úgy döntöttem, hogy tényleg megőrzöm ezeket a bakis részeket, félreteszem, és hát akkor egyszer így feltöltöm nektek, hogy hát ezek szoktak megtörténni kommentár közben. Nos, de ennyi volt. A következő videóig sziasztok, még nem tudom, mi lesz a következő videó, ez már a félrebeszélős rész, de ajánlom figyelmetekbe az új videóimat, Kod Ghostról, meg mindenről, úgyhogy na jó, sziasztok. Élvezzétek a további játékmenetet, különösebb szöveget nem fogok hozzá hűzni. Köszönöm a figyelmet, hello! Friendly SATCOM active. Securing Charlie! Charlie secure. Losing Charlie! Losing B! We lost Charlie! Enemy has C! Friendly Oracle online. Bravo secure. Alpha secure. Losing B. We lost B. Enemy has B. Ghost Squad has Juggernaut Maniac. Friendly SATCOM active. Enemy SATCOM spotted. Securing Charlie. Enemy SATCOM spotted. Securing Bravo. SATCOM uplink Nate. Losing A. We lost A. Bravo secure. Enemy control Oracle. Watch your six. Charlie secure. Shooter, upper cover! Friendly air superiority inbound. Losing B. We lost Bravo. Losing Charlie. Deadeye. Be secure. Friendly SATCOM active. Enemy has C. We're winning this fight. Securing Alpha. SATCOM uplink enabled. Alpha secure.
see. Focus. SATCOM uplink enabled. Losing B. All points held. Defend your positions. Enemy controlled Oracle. Watch your six. Losing A. Losing Bravo. Losing Charlie. We lost A. We lost C. Enemy has Alpha. C secure. Enemy SATCOM spotted. Securing A. Losing B. Cover me, reloading. SATCOM uplink enabled. All points held. Defend your positions. Enemy SATCOM spotted. Losing C. We lost Charlie. Good job. Report to command for debrief.